Az Aparhantra látogatókat igazi húsvéti hangulat fogadja, a falu több pontján is, emellett pedig olyan programokat is tartogat a helyieknek a település, ami erre az ünnepre hangolja őket. Egyrészt, mint a völgység minden településen, így Aparhanton is mindig azzal készülünk, hogy a húsvéti hangulatúvá varázsoljuk dekorációkkal a közterületeket. Emellett már túl vagyunk egy kerámia workshopon, ami múlt hét pénteken volt az önkormányzat épületében. 14 fővel készítettünk húsvéti tálakat. Ezentúl a szakkör, két szakkört is indítottunk a Nemzeti Művelődési Intézet segítségével. Az egyik a tojásíró szakkör, Barejt Istvánné vezetésével. November óta minden kedden 20 héten át tojásírást tanulhatnak a résztvevők, illetve januártól egy makramé tanfolyam is indult Lovász Erika közösség szervező vezetésével. Az önkormányzat arra törekszik, hogy az ünnepkörök, így a húsvéti időszak is számos ötletes dolgot tartogasson. A húsvéti dekoráció közül is van olyan, ami az előző évek ötletei mentén született meg, de új díszítő elemeket is fellelhetnek a lakosok. Az önkormányzat dolgozóival közösen találjuk ki, hogy mivel díszítsük ki. Jellemzően az óvoda elé igyekszünk díszeket tenni, illetve itt a mögöttünk látható térre szoktunk díszeket elhelyezni. Általában próbálunk ötleteket meríteni, és akkor a fiúk barkácsolnak, mi pedig a hivatali dolgozókkal festünk, úgyhogy így közös munka eredmény ezek a díszek. Számomra mindig az a legnagyobb öröm, amikor az óvoda előtt a gyerekek simogatják a különböző díszeket, és egyébként pont múltkor jegyezte meg egy lakó, hogy mindig izgatottan várják, hogy milyen újabb és újabb díszek kerülnek ki. A húsvét vasárnap pedig nem csak az otthoni nyuszi fészkekbe tartogat majd meglepetést az ifjaknak. Bank Barejt Zsuzsanna képviselőasszony vette át Solymáról a fészekrakás és fészekrablás szokását, ezt most idén már harmadszorra fogja megszervezni a településünkön. Ennek az a lényege, hogy a fészekrakók ugye kisebb ajándékokat helyeznek ki húsvét vasárnap a házuk elé. Egy térkép segítségével a fészekrablók pedig felderítik ezeket a kis fészkeket, és kirabolnak egy ajándékot, de cserébe raknak is be valami kézzel készített kis rajzot, vagy egyéb ajándékot. Nagyon sokan jelentkeznek egyébként, a Facebookon van kifejezetten egy aparhanti húsvét csoport, itt lehet jelentkezni április 1-ig, hogy kik szeretnének rakni fészket, illetve a rablásra is itt lehet jelentkezni. Egyébként teljesen változatos, a legfiatalabbaktól a legidősebbekig, az idősebbek nyilván inkább csak fészket raknak, a fiatalok pedig szívesen rabolnak. Idén például azt próbáltuk meg, hogy egy tojásfát állít, amiben szeretnénk bevonni a település lakóit, úgyhogy szeretnénk építeni a közösséget, és erre igyekszünk mindig kitalálni valamit. A tojásfa első díszeit az önkormányzat helyezte fel, majd arra kérte a helyieket, hogy húsvétig ők is helyezzenek el rajta egy-egy dekorációt, hogy igazi tavaszi pompába öltözzön az IKST előtt található kis fa.